Sziasztok, sziasztok! Szeretném bemutatni nektek a Milyen erős volt sorozat első részét, mely egyben egy rövid kis tutoriális lesz arról, hogy mit is szeretnék én létrehozni ezzel a szériával. Ennek a sorozatnak nem lesz célja bemutatni azt, hogy miként zajlott az élete az adott karakternek. Egyetlen egy célom az, hogy bemutassam, mennyire is volt hatalmas, és valamilyen szinten értékeljük az ő képességeit, vagy erejét, ha úgy tetszik. Ezt pedig majd az én véleményemen túl ti, nézők is megtehetitek. Adott pontokon egy-egy tulajdonságot szavazással értékelhettek majd 1-től 5-ig. Én is fogom természetesen értékelni, hogy szerintem hány pont jár egy-egy karakternek az adott szakaszban. Ezáltal majd idővel véleményem szerint szépen fel tudunk állítani egy ranglistát arról, hogy ki volt a legerősebb és a legkedveltebb harcos a Star Wars világában. Szavazataidokat majd a következők alapján adhatjátok le. Az első szakasz intelligencia és vagy tapasztalat. Itt majd értelemszerűen a karakterek által képviselt értelmi és tapasztalati szint szerint kell pontozni, tehát ha valaki nagyon okos és jó helyzetfelismerő, de tapasztalatlan volt, akkor értelemszerűen 2 vagy 3 pontot érdemel. A második szakasz az erő. Itt egyértelműen az erőre magára kell gondolni, és a karaktereknek az abban való jártasságára. Ha valaki iszonyatosan hatalmas az erőben, az nyilván 5 pont. Ha valaki csak az alapokat ismeri, akkor meg értelemszerűen 1 vagy 2 pont. Harmadik szakasz a fizikai erő és vagy mozgékonyság. Itt ugye megint csak 2 részből tevődik majd össze a kapott érték. Magának a személynek a fizikai ereje, ugye ez egyértelmű, és az ez mellé párosuló mozgása vagy annak gyorsasága ugye. Tehát ha valaki nagy, de lassú, akkor nyilván 2-3 pontot kap. De ha valaki közepesen erős, viszont iszonyatosan gyors, akkor jár a 4 vagy akár az 5 pont is, ki tudja. És végül a negyedik szakasz a fegyverhasználat és a felszerelés. Itt ugye megint csak egyértelmű, hogy az eszközök használatában mennyire kiváló a karakter. Például egy fénykard használó mennyire jó annak a forgatásában, mennyi technikát ismer. Egyértelmű, hogy 5 pont az nagyon-nagyon jó, még 1 pont az rettenetesen gyenge felhasználót jelent. Nos, srácok, lányok, ez lenne akkor az a 4 pont, amin keresztül majd nektek értékelni kell a karaktereket. Én is meg fogom ezt majd tenni minden videó végén, itt a videóban elmondva, hogy mit is gondolok pontosan. Tehát minden ilyen videóban lesz 4 darab szavazás, melyekben ti értékelhetitek az adott karaktereket. Ezen felül pedig akár majd kommentben le is írhatjátok, hogy ti hol, mire és miért szavaztatok. Most pedig, hogy ezzel végeztünk, nincs is más hátra, mint hogy nekikezdjünk az első felvonásnak. A szitek sem voltak mások, mint a többi hatalom vagy vallás a Star Wars történelmében. A felvázolt évezredek alatt sok dologban változott meg a köztársaság, a Jedik és ugye a szitek hozzáállása is. A kettő szabályának idejére a képviselőik sokkal intelligensebbek lettek, annak arányában, amennyire a létszámuk lecsökkent. Már nem csak a szitrenden belül foglaltak el a tagok magas pozíciókat, hanem gyakran nagy hatalommal bíró politikusok, bankárok vagy éppen tudósok álcáját öltötték magukra. A szitek rengeteget fejlődtek és a rend alkalmazkodott mondhatni tökéletesen a körülményekhez. Viszont nekünk a mai videónk alanyához nem kell tudnunk a kettő szabályáról sem. Vissza fogunk utazni jóval a Darth Bane által megalkotott szitrend előtti időkbe, egészen a Darth Revan életét követő időszakba. Ez egy olyan időszak derekának tekinthető, amikor a szitek hódítók voltak. Harcosok, akik mindenen keresztül vágtak a céljuk elérésének az érdekében. Nézzük meg hát ma, hogy milyen erős is volt valójában Darth Malgus. Ő egy harcos, egy küzdő személy volt mindenek előtt. A sötét oldalba való elmélyülése pedig csak még kegyetlenebbé és rettenetesebbé tette őt. A küzdelmei viszont kiemelték őt az átlagból, ami miatt végül még rettegettebbé vált. Ennek okán úgy tűnhet, hogy Malgus volt maga a testre töltött háború. Ám de néhány évvel a Korriban visszafoglalása előtt, melyet a Sith rend hajtott végre, Malgus még javában edzett, hogy az amúgy sem átlagos képességeit még erősebbé tegye. Egyik nagy ereje az volt, hogy nem csak a Sith rend támogatta őt, hanem a családja is, akik folyamatosan bíztatták, hogy olyan erőssé váljon, amilyenné csak tud. Tanára is a legtehetségesebb fiatalként emlegették a teljes Sith birodalomban. Ő lett hát a mintakép. Egy olyan ideál, amit minden harcos elé felállítottak, hogy ilyenné kell válniuk. A Sith birodalom célja az volt, hogy olyan harcosokat neveljen ki végül, mint amilyen Malgus maga is volt. Miután visszafoglalták a Korribánt és végzett sebesült mesterével, Malgus tábornok lett és a Sith birodalom nagy haderejének a vezetője. Malgus még mindig példaként szolgált minden konfliktusban, hiszen a csata sűrűjébe vetette magát, amint tehette, és olyan keményen harcolt, ahogy csak tőle tellett azért, hogy felülkerekedjen az ellenfelein.
Ennek érdekében pedig minden koncentrációja és haragja arra összpontosult, akivel harcolt. Ő számított a legjobb és legfélelmetesebb fénykardforgatónak a korszakában, amiben élt. Pontos és meglepően gyors volt. Azonban mindezeken túl volt még valami, ami Magust a legeslegjobbak közé emelte, ez pedig nem volt más, mint a rettenetes erős csapásai. Úgy hír lett, hogy az ellenfelei védelmét bármikor képes áttörni egy tucatnyi ilyen csapással. Ezzel olyan pozícióba kényszerítve az ellenfeleket, hogy könnyedén bevihesse számukra a végső csapást. A fénykard párbajok folyamán Magus ezt úgy érte el, hogy minden haragját és gyűlöletét, ami tombolt a lelkében, arra használta, hogy tüzelje vele a harci kedvét. Így lett ő az ötös fénykardvívási forma a Jamsaw egyik legagresszívebb mestere. Mindezeken túl pedig tisztában volt azzal is, hogy mikor kell visszavonulót fújnia a támadásból és védekezőre fogni a stílusát. Igaz, gyakran megesett vele, hogy elragadta a csata és a harc heve, mégpedig olyan mértékben, hogy ez a lépés elmaradt. Különösen vonzódott egyébként a fénykard dobás képességéhez, de nem úgy, hogy csak egy ellenséghez vágta hozzá, hanem azt irányítva akár több ellenfelet is el tudott ilyen módon kaszálni. Egyetlen gyengéje a harcok alatt talán csak az volt, hogy túlzottan el tudott mélyülni a csaták hevében, és bizony ilyenkor megesett, hogy elvesztette az irányítást saját maga felett. Sokan kritizálták azért, mert csak a saját és ellenfelei mozdulatára fókuszált. A körülöttük lévő dolgokat pedig gyakran teljesen figyelmen kívül hagyta, ahelyett, hogy a környezetre is figyelt volna valamilyen szinten és kihasználta volna annak esetleges adottságait, vagy esetleg a körülöttük lévőkkel foglalkozott volna egy kicsit is. És ugyan leszámítva ezt a néhány apró kis hibát, valóban kijelenthető, hogy Magus egy pontos és rettenetesen erős párbajozó volt. Olyannyira, hogy a legendás Sith Lord Darth Vader az edzései alatt néhány a Magus által hátrahagyott írás alapján képezte saját magát, hogy erősebbé válhasson. Mint erőhasználó, Magus megint csak egy kiemelkedő személy volt. Képes volt használni az erővillámokat, olyan szinten alkalmazni tudta azt, hogy egy esetben egy csapással több Jedivel is képes volt végezni egyetlen sokkolással. Ezen túl még jártas volt az erőörvény alkalmazásában is, mely lehetővé tette a felhasználónak, hogy magát egy erőburokba zárja, és így védve legyen a körülötte lévő fenyegetéstől. Így harcolva, pedig Magus egy igazi szörnyeteg volt. Az erőörvény mögött állva számtalan erővillámot engedett szabadon, és ezzel gyakorta képes volt a teljes környezetét és ellenfelét is porig égetni, vagy megsemmisíteni. Lényegében egyébként ez a képesség volt egy előszele az erőviharnak, mely képességet Darth Sidious is uralma alá hajtott, és alkalmazott a legendák szerint a Star Wars univerzumában. És ez is bizonyítja, hogy Magus áldott volt az erővel, és ahhoz mélyen kapcsolódott. Ami azt is bizonyítja, hogy nem egy barbár harcos volt, aki csak csapkodott és üvöltve az ellenség vérét szomjazta. Ha pedig ezek a képességek nem lennének elegek, az erőszorítása, de főként az erőlökései is brutális erejűek voltak. Olyannyira, hogy itt-ott olyan történeteket lehetett hallani, hogy ha valaki egy erőlökése útjába kerül, az gyakran darabokra szakadva végzi a harcmezőn. Tehát Magus fizikai és erőbéli fölénye sok csatát eldöntött, az biztos. Azonban nem csak ezek képezték a fegyvertárát, hanem a rendkívüli szívossága és kitartása is példaértékű volt. Még ha le is győzték, mert volt ilyen, például ugye Satil Shan és a köztársasági erők miatt is került már szorult helyzetbe, de amikor a testét egy rettenetes erejű erőlökéssel a hegybe csapták és egy csomó törmelék hullott rá, még akkor is képes volt felállni. A sérülései miatt idővel egy légzőkészülékre szorult, hogy megfelelően tudjon levegőt venni egyáltalán, de még ez sem lassította le őt a harcokban. Ezt követően pedig Magus elérte az egyik legjelentőségteljesebb tettet, amit tényleg csak nagyon kevés Sith tudott kivitelezni a történelme alatt. Ez pedig nem volt más, mint hogy ő és egy maroknyi Sith martalóc sikeresen bevették a Coruscanti Jedi templomot. Eközben ugye végezve több elég híres Jedi mesterrel is. A templom elfoglalása pedig egy hatalmas dolog volt, nem csak Magus számára, hanem a teljes Sith rendnek egy óriási tett. Viszont sajnálatos módon a Sith vezetők nem osztoztak Magus sikerének az örömében. Ők inkább vitázni és tárgyalni kezdtek a köztársasággal az irányításról, annak elpusztítása helyett. Ezek a tettek tombolásra késztették Magust. Ő úgy vélte, hogy a birodalomnak folytatni kell a támadást, és nem szabad sose megalkudnia az ellenséggel. A Sith vezetőség elépése pedig azt okozta, hogy Magus kitört a rendből. Pár év elteltével teljesen kivágta magát a rendből, és egy új Sith birodalmat alakított ki, közvetlen a Sith császár Lord Vishiét látszólagos halála után. Ekkoriban jött el az idő Magus számára, hogy leszámoljon egyetlen egy gyengeségével.
Ezért hát fogta magát és megölte a saját szerelmét, azt az egy személyt, akihez érzelmek fűzték, és ezáltal szabaddá tette az elméjét. Így kívánt ő még erősebbé válni. Ekkor kikiáltotta magát az új Sith birodalom vezetőjének, és kijelentette, hogy a régi birodalom letért az útról, és emiatt már nem szolgálják a Sithek létezésének igazi okát. Gyengének és megbízhatatlannak bélyegezte a régi Sith birodalmat. Ekkor a sötét tanács tudomására jutott, hogy Magus egy droid sereg előállításán dolgozik, mely végül azt okozhatja, hogy a teljes galaxis Magus előtt fog térdre kényszerülni. Ennek okán a sötét tanács egy különleges rajtaütő alakulatot hozott létre, hogy eltávolítsák a gépből az új, általuk hamis császárként emlegetett Maguszt. Amikor a rajtaütő csapat megérkezett, egy intenzív harc vette kezdetét, de mivel Magus még mindig egy rettenetes és kiváló harcos volt, így a csapat nagy részét lemészárolta. Akárhogy is, végül a túlerő meghozta az eredményét, főleg, hogy Magus nem volt képes egyszerre több felé koncentrálni huzamosabb ideig, ugye. A harcok vége az lett, hogy Magus lezuhant egy platformról, egyenesen a halálba. Legalábbis sokan ezt hitték sok-sok éven keresztül. Azonban egy évtizeddel később Magus, akiről nem hallott senki már régen, újra feltűnt. Egy napon megjelent a végtelen birodalom vezetője Valkorion előtt, aki nem volt más, mint az újjászületett visijét, a Sith császár. Azonban Magust Valkorion csapdába ejtette és karbonájtba fagyasztotta, ugyanúgy, ahogy több ezer évvel később Han Solo is le lett fagyasztva. További tetteiről vagy életéről nincs információ pontosan. Elképzelhető, hogy még a mostani események alatt is ott van valahol lefagyasztva egy karbonájt tömbben, várva, hogy felolvasszák és szétrúghassa Rey és Kylo Ren seggét. Igen. Jó, oké, ez nem fog megtörténni, de azért nevetnék egy nagyot, ha mégis. Nos, srácok, lányok, ez lett volna Darth Malgus, a Sithek egyik legerősebb harcosának a jellemzése és ereje. Azt hiszem, hogy ez a videó jól reprezentálja majd, hogy milyen erős volt Malgus. Most pedig, hogy a végére értünk, akkor nézzük is meg, hogy hogyan is pontoznám én ezt a kiváló harcost, utána pedig majd persze ti is szavazhatok menet közben. Nos, én az első pontban, tehát az intelligencia per tapasztalat részen 4 pontot adnék Magus nagyúrnak az 5-ből. Az biztos, hogy iszonyatosan tapasztalt harcos volt, aki rengeteg csatát látott és képes volt kiismerni az ellenfelének a mozdulatait már az alapállásukból is. Azonban nem ő volt a legokosabb személy, aki valaha élt. Nem volt képes elemezni a harc hevében a környezetét, és képtelen volt a figyelmét több dologra is kiélezni. Én ezért is illetném őt összességében az első szakaszban 4 pontra. Mint erőhasználó, Magus egyértelműen 5 per 5 pontos karakter volt. Kevés olyan nagy harcos, vagy épp erőhasználó volt, aki az őszintjén volt képes bánni az erővel, és ezért mindenképp jár neki a maximális pont. Magus fizikai ereje bestiális volt. És ugye az állóképessége is bizonyította több alkalommal, hogy rettenetes erő lakozik benne. Nem volt alacsony a maga 2,2 méteres magasságával, és az elbeszélések alapján a méreteihez képest meglepően gyorsan mozgott. Véleményem szerint megérdemli ebben a szakaszban is az 5 per 5 pontot. Felszerelését a fénykardja és a páncélja tette ki, valamint később a sérülései miatt egy légzés segítő implantátum vagy készülék. Az biztos, hogy a fénykard forgatásban remekelt, és azt mesteri szinten űzte, azonban nem tudok neki 5 pontot adni, ugyanis nem használta azt mindig megfelelően. Ha a kardját védelemre kellett volna fordítania, ő akkor is elvakultan küzdött tovább. Ennek okán is szerezte a legtöbb sérülést, és végül emiatt kényszerült egy légzőkészülék alkalmazására is, mely ugyanállítólag nem lassította őt le, de ettől függetlenül ott volt, ami rosszabb ugye, mintha nem lett volna ott. Véleményem szerint azonban még így is bőven megérdemli az előkelő 4 pontot az 5-ből. Nos, nem tudom, hogy ti hogyan is vélekedtek Magus erejéről és képességeiről, de úgy vélem, hogy összesen tőlem 18 pontot kap tehát a karakter a maximális 20 pontból, mely szerintem ad egy normát ennek az egész sorozatnak. Kétlem, hogy lesz olyan karakter majd, aki ennél többet zsebelhet be. Bár biztosan előkerül majd néhány rettenetesen erős kihívó, aki meg fogja közelíteni ezt a számot. De, hogy lesz-e bárki, aki átlépi, az még bizonytalan. Szóval ez lett volna a Milyen erős volt sorozat első része, melyet remélem ti is élveztetek legalább annyira, mint én. Továbbá bízom benne, hogy nem felejtettetek el szavazni, és azt is remélem, hogy lesznek majd olyanok, akik esetleg le is írják kommentben, hogy mire hány pontot adtak és hogy miért. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma, és hálás vagyok mindenkinek a figyelméért. Továbbá nagyon köszönöm a támogatást minden kedves Patreon támogatómnak.
Ne felejtjétek, ha szeretnétek még több, de főként jobb minőségű videót, akkor bizony jó lesne nekem néha egy-egy kávé, amire ti hívtok meg. De mivel nem tudok találkozni mindenkivel, akivel szeretnék, így havonta annak az egy kávénak az árával segíthettek nekem, hogy szebb, jobb és minőségűbb tartalmakat gyárthassak nektek. Természetesen ez csak egy lehetőség, de pacsi, puszi, kézfogás mindenkinek, aki úgy érzi, vagy érezte, hogy támogatommá válik. Hamarosan ismét találkozunk, addig is iratkozz fel, lájkolj, nyomd a kis vidám csengőt, az erő legyen veletek, na sziasztok!